Január 6-a, azaz vízkereszt. Legtöbben úgy tudják, hogy ezen a napon kell leszedni a karácsonyfát. Emellett több egyházi szokás is kötődik a jeles eseményhez. A kereszténységben vízkereszt napja a 4. század elején vált liturgikus ünneppé. Ilyenkor azt ünnepeljük, hogy a három királyok ugye megjelennek Jézus jászolánál, és az azt jelenti, így is mondjuk, hogy a jelenés, megjelenik a világnak Jézus, mert a három király az pogány volt, és azzal, hogy Jézus megszület, nem csak a úgymond keresztényeknek születik meg, hogy csak mi, hanem mindenkinek felkínálja magát. Ez az ünnepnek a jelentősége, Jézus megjelenésének az ünnepe, így is szoktuk mondani. Szokás ilyenkor a víz megszentelése is, amit házszentelés követ, mondja a plébános. Krisztus mans ionem benedicat. Krisztus megáldja a házat. Tehát vízkereszt után elmegyünk, és megáldjuk azt a házat, de főleg az emberek, akik ott élnek, hogy a családokban béke legyen. Tehát tényleg ezt nagyon, erről nagyon szeretek beszélni, hogy mennyire, hát nem az, hogy irigylem a házas embereket, meg a gyerekeket, hogy van nekik egy pár négyzetméter, ami a legszentebb hely. Vízkereszt egyben a nagybőjtig tartó farsangi időszak kezdete is, hossza változó, hamvazó szerda időpontjától függ. Magyarországon a farsangi szokások a középkorban honosodtak meg, elnevezése középkori német eredetű lehet.